Kedves kertbarátok! Most egy néhány fűszer, gyógynövényt szeretnék nektek bemutatni, hát ezek itt mind gyógynövények, amelyeket nagyon szeretünk, és minden biokertben helyük van. Hát sajnálom, hogy a videó nem adja át ezt a csodálatos illatorgiát, amit itt okoztam azzal, hogy beleálltam a zöldség közepébe. Nézzük, melyek ezek a nagyon értékes régi gyógynövényeim. Ugye itt található a zsája, orvosi zsája. A nevében is benne van orvosi zsája, semmilyen falusi kertből nem hiányozhatott. Egy nagyon klassz immunerősítő növényről van szó, légúti megbetegedések esetén, különböző emésztőrendszeri problémák esetén is használták. Tulajdonképpen a népi gyógyászat alapját képezte. És hogyha úgy nézzük, itt vannak ugye a kis dongók rajta, az egyik legjobb méhlegelőnek számítanak ezek a csodálatos ajakos virágok, és hát csodálatos illata is van. A másik növény, még kevesebben ismeri, az a neve, hogy istenfa. Ez az istenfáját, ez az istenfa. Az istenfa szintén egy sok hasznosítású gyógynövény, főként az emésztő rendszeri problémákra használták, illetőleg űzi a molyokat, mégpedig az élelmiszer molyokat. Hogyha egy ilyen szálat fogjuk és beteszünk a liszt mellé a spejzba, akkor nagyon sokáig ezt a csodálatos illatát megtartja, és elűzi a molyokat a spejzból. És akkor a következő, pedig itt a harmadik, aki elbújik, szintén egy ajakos növény, ő a gyógypemetefű. Nagyon sokan ismerik a gyógypemetefű cukorkát, amit régen akkor szopogattak a gyerekek, amikor köhögtek, valami hőrkurutyuk vagy egyebük volt. Nagyon erős nyákoldó hatású növény, és igen, otthon is meg lehet termelni, sőt, nagyon finom, ha leszedjük a leveleit, még így frissen, összedaráljuk, és beletesszük mézbe. Így mézben eltéve ennek a termését, levelét, minden a hajtás véget, jól össze kell darálni, beletesszük méz alá, kioldódnak belőle ez az anyagok, a méz lezárja egy ilyen antibakteriális réteget képezve fölötte, és télen, amikor köhögéses betegségeink vannak, hát ugye a Covid-nál ez különös figyelmet kapott, akkor ez szépen elnyalogatva, mint egy édességet, nagyon sokat tudunk segíteni a tüdőnek, és hát az egész légző rendszerünknek, hogy nyákoldó hatása legyen ennek a növénynek. Köszönöm, hogy meghallgattak!